az árulja el a hazáját, aki hagyta idáig fajulni a dolgokat, és nem az, aki kimondja az igazat. Írja a Népszavában megjelent jegyzetében Orbán Viktorra utalva Szél Bernadett. Az LMP-s politikus szerint a miniszterelnök hazárdjátékot játszik az országgal. Az Egyenes Beszéd kontrában Rónai Egon mellett Bíró Marianna és Lampé Ágnes kérdezi Szél Bernadettet. Egy egész hölgykoszorú. Jó estét kívánok! Jó estét! És jó estét kívánok az LMP országgyűlési képviselőjének. És azt írja, hogy a király meztelen, és ezt ő is tudja, ezt a Népszavában írta. Biztos, hogy ugyanúgy értékeli Orbán Viktor helyzetét, mint ő maga? Biztos, hogy nem. Bár ugye ez a király metafora már előkerült tennap a parlamentben is. Én azt gondolom, hogy ő alapvetően egy hetszkampányt csinál ebből az egész történetből itt Magyarországon. Tehát most nyújtották be azt a rendkívül provokatív törvényjavaslatot, vagy országgyűlési határozati javaslatot, ami semmi másról nem szól, mint hogy ő most itthon is megkezdi az EP kampányt. A nyitánya volt ott kint a Strasbourgban, most meg akkor itthon is jön a hozzá kapcsolódó marketing tevékenység, és elkezdi megint fanatizálni a híveit. Mert hát itt az országgyűlési javaslat címe, bocsánat, kimondja azt, hogy csalás történt Strasbourgban. A címben benne van a csalás szó. Ez annyira megható egyébként, amikor Orbán Viktor azok után, amit itt csinált velünk, és kifejezetten az ellenzéki pártokra is gondolok, hát mennyivel büntetett minket a független ász, azt mondja, hogy őt becsapták meg, hogy csalás történt az EP-ben. Szóval, hogy mondják ezt a másik szemében a szálkát a sajátjában, meg a gerendát sem. Ráadásul ugye eljárás jogilag az nem igaz, hiszen az uniós alapszerződés és az Európai Parlament szabály alapján szabályos volt ez a szavazás. Ellenben ebben a határozati javaslatban nincsen semmiféle jogkövetkezmény. Az lesz inkább a következmény, amiről ön ír a Népszavában, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag felelősségérzet nélkül vezeti egyfajta útra Magyarországon? Ugye úgy kezdtem azt a publicisztikát, vagy véleménycikket, hogy van egy ilyen anekdóta, hogy Orbán azt mondta a lengyeleknek, hogy legyetek gyorsabb, mert az EU lassú. Most függetlenül attól, hogy ez megtörtént, vagy nem történt meg, én azt gondolom, hogy ez alapvető igazság az, hogy Orbán Viktor pontosan tudta azt, hogy az EU egy értékközösségként fog viselkedni, előbb vagy utóbb. Tehát ő pontosan tudta, hogy ez fog vele történni, és ha vele ez történik, akkor az országunkkal is ez történik, mert ő a miniszterelnök. Nincs az időben nagyon jól kiszámítva, hogy a Fidesz szavazókat tüzelje jövő májusig, amikor uniós választás lesz? Ugye ez egy érdekes ez az időzítés, mert ha választások előtt jött volna, akkor lehetett volna úgy értelmezni, hogy beavatkozás a hazai politikai viszonyokba. Szóval, hogy ezt hogyan lehet időzíteni, még hogyan nem, én nem vagyok EP képviselőként, nem is tudom pontosan, hogy ott hogyan őrölnek ezek a malmok, de mindesetre ez itt van és most van. És a magam részéről én azt tudom mondani, hogy ezt úgy kell látni ezt a jelentést, ahogy van, és azt kell elolvasni, ami benne van. Minden ezekről sorával egyetért? Ezekről beszélnek az ellenzéki pártok, hát ezekről beszélünk. Jó, de ugye pártok. Csomó dolgot különböző ellenzéki pártok felkapva mondanak hamisnak, vagy féligazságnak. A Fidesz pedig egy csomó mindenre eleve azt mondja, hogy nem igaz, vagy már letárgyalt ügy, és hol vagyunk már attól. Jó, most lehet arról beszélgetni, hogy Sargentini asszonynak a csapata az nem tudom, még többet írhatott volna bele, és még bele lehetett volna mást is írni, viszont az, ami benne van, az a magyar helyzet. Tehát most innentől elkezdve én azt gondolom, hogy, és ezt írtam le, hogy nem az a bűnös, aki kimondja az igazat, hogy meztelen a király, és ezt ő is tudja, hanem az, aki hagyta idáig menni a dolgokat. És az, aki nem szavazta meg ezt a jelentést? Ugye nem titok a véleményem ezzel kapcsolatban, talán még az indokoltnál is nagyobb publicitást is kapott, pedig egy kommentben jelentettem be, hát ugye ez a 21. század. Igen, de az ön kommentje még mindig olyan, mint az LMP egykori társelnöke a régi funkciójából szólalna meg, tehát azért az nem volt olyan régen, hogy ezt a pártot vezette. Jó, tehát azért itt most egy új helyzet van. Tehát az, ami, tehát itt Magyarországon ő lehet, hogy azt gondolja, a magyar miniszterelnök, hogy ezzel a urambátyám viszonyokkal, meg a korrupciójával, meg emberek megvesztegetésével, lenyomásával, megfélemlítésével uralkodhat. De Európában ezt még nem sikerült neki exportálni. Ott most egy olyan helyzet alakult ki, amelyben ő a sajátjai között is ugye háttérbe szorult. Egy pillanat, most, bocsánat, de visszatér, nem akarom megúszni ezt a kérdést, csak gondoltam, ez fontos kimondani, hogy ez egy új helyzet. Ő szégyent hozott Magyarországra. Nem Magyarországot ítélik el, hanem azt, aki vezeti Magyarországot, és hagyta, hogy ideig menjenek a dolgok, viszont ő mindannyiunkra szégyent hozott. Na most innentől elkezdve én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban minden politikusnak szint kell vallani.
az EP-ben is, és Magyarországon is. De ha már az új helyzetet említettek, akkor picit beszéljünk az ellenzékről is, mert hogy sokan azt kérdezik, és teszik fel az ellenzék pártjainak a kérdést, hogy ez a helyzet, a sargentini jelentés hozott-e valamilyen új helyzetet az ellenzék számára? Adhat-e új muníciót, új lehetőséget az ellenzék számára? Lesz-e bármilyen új stratégia, hozzáállás ahhoz képest, ami eddig történt? Mert hogy amit eddig láttunk, ahhoz képest olyan, mintha minden menne tovább, miközben egyesek szerint ki kellene használni ezt a helyzetet az ellenzéknek. Ugye ezt is le kell tisztázni, ki mit gondol erről a jelentésről. Én meglehetősen gyorsan, miközben a vitát néztem, és mondjuk Orbán Viktor arról beszél. Mert az ellenzék nagyjából hasonlót gondol a jelentésről, nem? Én azt sem tudom, hogy az NMP mit gondol erről. Igen, kezdjük ezzel, mert ez fontos. Gondol valamit az NMP? Szeretném letisztázni, hogy én nem vagyok az NMP vezetője, sőt, igazából egy ilyen lefokozott, az egy újpólusos frakciót, vannak együttes, és vannak ugye új kezdetes képviselők is. Hát azért nem gondolja, hogy ne tekintsünk tőle. Nem csak tisztázzuk le, tehát hogy mondom, én még pártaként is másodrendű vagyok, mert még szavazati jogom sincsen az NMP kongresszusában. Elhatárolódik? Nem erről van szó, hogy most itt az NMP az ATV stúdiójából el akarok indítani egy háborút, de azért fontos azt elmondanom, hogy véleménykülönbség van köztem és a párt között. Tehát ezt írtam. Azt meddig lehet csinálni? Nézze, változnak a dolgok, meddig tudja képviselni a pártját úgy, hogy közben nem ért egyet a pártjával? Két dolog van. Tehát egyrészt nem tudom eltagadni, és nem is fogom eltagadni azt, hogy változások vannak. Tehát nyilván, hogyha az NMP-t én vezetném, bár az, hogy ott könnyebb ezt a pártot megpucsolni, mint vezetni, azt eddig is láttam, de hogy szóval minden esetre, ha én a vezetésben lennék, akkor valószínűleg vagy küzdelmesebb lett volna ennek az álláspontnak az elfogadása, vagy nem tudom, mi lett volna. Tehát ez a mi lett volna, ha alternatív történelme, nem tudom, de hogy én ezzel a véleményem, hogy nem értek egyet, amit az NMP megfogalmazott. És hogy miért mondtam el, mert ugye eddig is volt már ilyen, hát nincs olyan politikus, aki 100%-ban egyetért a pártjával. Tehát azért próbáltam ezt az előbb elmondani, tehát teljesen új helyzetről van szó Magyarország és Európa vonatkozásában is. Hetes cikkelről beszélünk. És szerintem ilyenkor joga van a választópolgároknak, hogy a politikusok elmondják, hogy mit gondolnak erről a helyzetről. Ez nekünk egy kötelesség. Nem lehet megúszni ezt a helyzetet. Nem lehet úgy csinálni, mintha nem lenne. Ráadásul, ha jól értettem az NMP kommunikációját, az volt, hogy maga a jelentés az nagyjából rendben van, de nem szavazzuk meg. Tehát ez így nehezen működik, vagy nem veszünk részt a szavazáson. Ha jól értette, azt mondja, ön azért országgyűlési képviselője ennek a pártnak. Önöket, országgyűlési képviselőket egy ilyen döntésbe, független attól, hogy egy elnökség dönt, persze belső vonják? A frakciónak nincsen, tehát nem volt szava ebben a kérdésben, ez az elnökségnek volt a döntése, és ha jól tudom, jól láttam, az Országos Politikai Tanács folytatott még konzultációt, de én tényleg nem akarok az LMP-nek a belső döntéshozatali mechanizmusáról beszélni, mert nem értek már. De kérdeznék, ha bocsáss meg, aztán tényleg csendben maradok, ígérem, hosszan csendben maradok. Az új társelnök, akinek nincs társa egyelőre, de majd biztosan lesz neki, azt mondta, hogy az lesz a novum, hogy az LMP nyitott lesz a Jobbik felé. A felé a Jobbik felé még nagyjából pontosan ugyanígy döntött, mint az LMP. Ami azért egy elég érdekes páros, így kézenfogva vonulnak valami felé, amiről azt mondja például a Jobbik frakció vezetője itt tegnap, hogy hát ők azért valóban féltek attól, hogy mit fog szólni a Fidesz. Na ez az. Tehát még most vagyunk a lényegnél. Tehát ez az, amit én mondtam az LMP-nek is, és nagyjából ez az, amit szerintem én mondani fogok a következő nem tudom mennyi évben, ameddig ezt a struktúrát itt élvezi az ország, nem szabad félni. Tehát ezt tudom, holnap nekem egy 9 órakor lesz egy perem, ahol nem tudom, valami 19 millió forintra perelt be egy cég, mert szerintük azt mondtam velük, hogy korruptak, ezért nem vettek tőlük gázt. Szóval vannak ilyen helyzetek, tehát egy országgyűlési képviselőnek is van védettsége, én ezt pontosan tudom. De egy pont egyrészt mi is perelhetőek vagyunk, vagy mi is kerülhetünk nehéz helyzetbe, hát nézzenek meg engem a kampányba, hát ott milyen helyzetekbe kerültem, meg utána is főleg. De hogy nem szabad félni, és a Fidesz médiától nem szabad félni. A propaganda szörnyetek az azért lesz szörnyetek, mert elkezdünk tőle félni, és öncenzúrák jönnek. Ez helytelen. Vállalnunk kell a véleményünket. Van mitől félni? Van az LMP-nek mitől félni? Most függetlenül attól, hogy személyesen ki el tudja ezt dönteni, de mint pártnak van mitől tartania? Ugye a félelmek, azok érdekes dolgok. Ugye volt egy párt, vagy van egy párt, ugye Jobbik, úgy büntették meg, hogy alukódult. Tehát ezt pontosan tudjuk, hogy az elvileg független szerv fogta magát, és egy büntetést akkorát rátolt, hogy gyakorlatilag abból a Jobbik a mai napig nem tudott fölállni. Az LMP is kapott, kisebbet kapott. Szóval elvileg persze mondhatjuk, hogy vagy lesújt ránk valamelyik nem független intézmény, és kapunk egyet, de így nem lehet élni, és nem is érdemes élni, és így nem lehet politizálni, és nem is érdemes politizálni. Az LMP-ben érdemes? Én zöld vagyok. Tehát ha engem látnak, akkor egy zöld politikus látnak. És szóval igen, de előbb említettek. Annyit tegyen meg, hogy a haját bal oldalról a mikrofonnál. Hogy halljanak is elő. Igen, mert néha a haja is zörög. De a hajammal sok probléma van. De előbb kiemelte, hogy
a frakciójukban az Új Kezdet képviselője is ott ül, és néhányat az Egonnal kérdezgettük Gémesi Györgyöt, aki hát igencsak melegen szólt önről, és úgy éreztük, hogy örömmel látná önt esetleg az Új Kezdetben. Hogyha az LMP nem, akkor az Új Kezdet lehet az irány? Én egy valamit leszeretnénk szögezni. Tehát most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy az MP frakciónak döntenie kell arról, hogy hogyan szavaz erről az új beadványról. Én ezt már deklaráltam, hogy én erre egy nagy nemet fogok nyomni, tehát ez következik mindabból, amit én a szargentini jelentésről, meg az egész helyzetről gondolom. Én nagyon bízom benne, hogy tehát látom, hogy változás van, én ezt nem fogom eltagadni. A változás az mi? Mert ezt most harmadszor mondja, ezt mi a változás? Hát ön is említette azt, hogy a Jobbikkal ugye elkezdődött egy közeledés, ami önmagában szerintem nem lenne probléma, hogyha pártok közelednek egymáshoz, de biztos mondjuk az időzítése nekem mindenképpen, meg a terjedelme az egy kicsit meglepő volt, így nagyon, nagyon a közepébe érkeztek a történetek, mert hogy én azt látom, hogy a politikában mondjuk három alapvető eszköz van, ugye a konfliktus, a konszenzus, meg a kompromisszum. Az LMP nagyon sokat használta a konfliktus eszközt, én magam is, amíg társelnök voltam, nagyon nehéz helyzetekben voltam sok-sok konfliktus miatt. Aztán végül a pártommal kerültem, ugye ez az etikai bizottságos történet egy nagyon érdekes helyzetbe, de azt hiszem azzal fel tudtam oldani, hogy nem vagyok már pártvezető. A kompromisszum és a konszenzus nagyon fontos. Viszont azért azt szeretném leszögezni, hogy abban is igaza van az LMP-nek, hogy a szavazók azok nem is tudom, juhok, vagy nem valami négylábú állat, akit terelgetünk egyik akkorból a másikba. És nagyon fontos, hogy ha változások vannak bármilyen fajta szövetségi politikában, az harmóniában legyen azokról az emberekkel, akik számítanak rá. Én egy pillanatra hagyj térjek már vissza az Egonra, meg a kérdésére. És bocsánat, csak azért, hogy ez kerek legyen ez a történet, hogy én felajánlottam a frakcióvezetőnek, aki most ugye társelnök is, tehát Keresztes Tónán segítségemet, pontosan azért, hogy alapvető hibák ne történjenek. Igényelte? Beszéltünk egymással, és mondom, a konstruktív kritika is egyfajta segítség, én azt gondolom. Úgyhogy ez megtörtént. Nem tudom, hogy ő ezzel mit fog kezdeni. Az én dolgom az volt, hogy elmondjam ezeket a dolgokat, amiket én nem mondok. Nem bánja, hogy lemondott? Elnökként még mindig tudna hatni. Vezethetetlen a történet. Igaza van ebben, Schiffer Andrástól Keresztes László Lórentig mindenkinek. Én magam is a kampányban nagyon sokszor azért kerültem, hogy mondtam itt az előbb, rossz meg rosszabb döntések közé, tehát hogy vagy rossz döntés hoztam, vagy még rosszabbat kellett hoznom, mert nem volt jó döntés opció. Mert nagyon sok vezethetőségi probléma van a pártban. Ha ezt helyre tudja hozni az NMP, akkor egy teljesen más helyzetbe fog kerülni. Egy pillanatra hagyj térjek már vissza még a szargentini jelentésre, meg Keresztes László Lórentre, mert biztos hallottátok ti is a tegnapi felszólalását a parlamentben, és ő két dolgot emelt ki a szargentini jelentéssel kapcsolatban. Azt mondta, hogy ugye hazai szinten kell kezelni a problémákat, ez volt az egyik. A másik pedig az, hogy nem lehet Magyarországot büntetni ugye a magyar emberek helyett, illetve tehát, hogy a kormányt kell büntetni, és nem a magyar embereket, azért ez eléggé, hát hogy mondjam, máshonnan ismert frázisok. Tehát ugye ezt igazából a Fidesz és Orbán Viktor mondta. Hát ez is egy véleménykülönbség, tehát, hogy mint ahogy mondtam az előbb, hogy én nem félek a propaganda médiától, hát ugye próbáltak már velem is mindenfélét csinálni, meg várhatóan még fognak is mindenfélét csinálni. Ugyanis azt gondolom, hogy senkinek nem szabad attól, tehát nem kell azt a következtetést levonni, hogyha az ember ugyanazt mondja, mint a Fidesz, akkor majd lehet más dolgokról beszélni, nem tudom, egészségügyről, meg oktatás, arról is kell beszélni. De hogy az Európai Unió az egy értékközösség. És amikor mi ide beléptünk, és teljes jogú tagok lettünk, mi vállaltuk azt, hogy az európai értékek szerint fogjuk menedzselni az országunkat. Orbán Viktor az, és ez nagyon-nagyon fontos, és csúsztatás, erről szól az egész történet. Ő az, aki ezt a kárt korrigálni tudja, amit ő maga okozott. Mit kértek tőle? Ugye a CEU-t hagyja békén egyrészt, a másik pedig szintén fontos, hogy civileket hagyja békén. Tehát ez a putyini minta két eklatáns képviselője, ugye a Szentpétervári Európa Egyetem mintájára csinálják ki a CEU-t, és mellett a civilek vegzálása pedig... Én csak arra céloztam, hogy ez tulajdonképpen nagyjából hasonló szöveg, mint amit a Fidesz és Orbán Viktor is mondott, és láthatóan nem is nagyon volt más kommunikáció az LMP-nek. Nem tudok erre többet mit mondani, tehát én az de a fordulatot egy populista fordulatnál érti, hogy az LMP elkezdett kommunikációs... Nem, szövetségi politikát, nem, tehát láthatóan ez az új pólus vagy irányába elindul, de ugye csak a Jobbikkal látom ezt a közeledést, ami mondom, tehát azért két pártnak muszáj megismerni egymást, mielőtt egy ilyen fajta
közeledés túl közeli lesz. Én azt látom, hogy van egy választás. Én a választások előtt szinte mindent megpróbáltam, ugye benzinkutazás, stb., hogy széleskörű együttműködés tudjon létrejönni. Ha valaki ezt nem érteni, Vona Gáborral találkozott az éjszakában egy benzinkúton. Ez egy jó igen, parti lehetett, igen, ez szó sorol. Hát két fáradt pártvezető próbált egymást meggyőzni arról, lépjél vissza, nem fogunk tudni visszalépni, nem fog tudni. Ez nagyon érdekes beszélgetés volt egyébként, de hát nem az lett a vég, amit szerettem volna. Utána jött ez a koordinációs történet. A mai napig kapom ezt egyébként, hogy miattam nem volt koordináció, amikor a saját pártom engem ugye azért büntetett meg, mert hogy volt koordináció. Tehát ez egy nyelvenesség számára a leginkább utóbb derült ki, hiszen az LMP-nek a belső feszültségei, viszályai sokkal inkább nyilvánosságra kerültek a választásokat követően, Hezi Ákos távozásával, ugye szavaival, kritikáival. Most már ugye ön is nyílt színen, akár ugye Siffer András által megfogalmazott vezethetőségi problémák, amit ugye ön is magáénak val, nyilván tapasztalatból. Na de hát nem látszik, hogy a pártnak ezek a vezető testületei bármilyen módon változtatnának, akár ugye megfogadnák a tanácsait, amit ön a lemondó levelében írt. Azt nem a nyilvánosságnak szántam egyébként, azt a levelet a mai napig nem viszonylag hamar kikerült, tehát ez leginkább az MSZP-hez hasonlatosan kezd. De hát már nem az első volt, ami kikerült onnan. Ezt már lassan megszoktuk. Tehát, hogy minthogyha a párstruktúra nem tudna ezektől se belső, se külső kritikáktól változtatni. Mi lesz a következménye, ha ezen az úton marad az LMP? Én erre próbáltam előbb is kérdezni. Az LMP egy nagyon tiszteletreméltó törekvésként indult. Ugye civilek mondták azt, hogy akarják, hogy legyen egy parlamenti képviseletük. És nagyon sok minden történt ezzel a párttal. Ami viszont nem történt meg teljes mértékben, és ennek is most a levét szerintem ez a párt, hogy egyszerűen nem tudta a párt formációt felvenni. És most már olyan dolgokat is megenged magának a párt, ami egyszerűen politikailag az öngyilkosság kategóriájába zajlik. De ezt azért nem akarja nagyon... Hát, ami történt, ezek a perek, vagy nem tudom, minek nevezem, ez az etikai bizottságos történet, ez igen, erre gondoltam konkrétan. Tehát nem véletlenül volt egy országos szintű fölháborodás, mert azért ilyen nem sok párt csinált. De nem erről akarok beszélni, hanem továbbra is azt mondom, hogy az LMP fogja magát és megoldja ezeket a vezethetőségi kapcsolatos kérdéseit, akkor szerintem maga, és vissza tud térni arra az útra, amin egyébként meggyőződésem szerint nagyon sok ember van, aki az LMP-re szavazott, és itt kell hozzátennem azt, hogy a konfliktus mellett a konszenzus és a kompromisszum, mint eszközt elkezdi használni, és ezt nem csak azért mondom, mert olyan választójogi rendszerünk van, amilyen, és egyelőre nem vagyunk annyi, hogy ezt megváltoztassuk, hanem azért is, mert egyszerűen az nem politika, ha az ember mindentől folyamatosan elhatárolódik. Van még 15 másodperc, hogy miért ír blogot? Pótcselekvés? Igen, nem pótcselekvés, hanem a helyzet az, hogy a blogom az alapvetően arról szól, hogy akkor tudunk jó döntéseket hozni, hogyha oda megyünk, ahol az emberek vannak, és velük beszélünk, és velük tisztázzuk le azt, hogy az ő életükben mi az, ami változtatásra szorul. Országgyűlési képviselő vagyok, mandátumom van, be tudok menni olyan helyekre is, ahova mások nem tudnak bemenni, ezért mentem a tranzitzónába, ezért mentem Fótra, és most csütörtökön ezért megyek egy következő intézménybe. Ezeknek az embereknek a problémáit Zalaegerszegre fogok menni, és szintén gyermekeket nevelő, sérült gyermekeket nevelő intézettel fogok leszek. Nekem azért nagyon fontos ez az egész történet, mert ugye többen mondják, hogy innovációra van szükség. Persze, innovációra van szükség, de nem az az innováció, hogyha az ellenzéki pártok egymást osztják, meg egymást kritizálják, hogy nem jó ez a tüntetés, vagy jó ez, stb., hanem hogyha tényleg változtatnak azon, hogy Ceglédi Zoltán mondta szerintem brilliánsan, hogy ne egy sajtótájékoztatót tartsanak a Fehérházba az emelet meg a parkoló között. Oda kell menni, ahol az emberek vannak, lehet használni jól ezt a mandátumot. Ücsörögni ott a parlamentben tényleg nem érdemes, azért, hogy kiröhögjenek a fideszesek minket, meg üvöltsenek, de hogyha van egy ügy, amit elkezdünk és viszünk és viszünk és viszünk, akkor lehet eredményt elérni, nézzék meg az egyszülős családokat. Azért kezdtek el az egyszülős családokkal foglalkozni, mert addig rágtuk a fülüket. Képviselő asszony, kolléganő, köszönöm szépen.